Már csak pár pillanat és kezdődik a heti TV reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Kedernai János, az LMP elnöke, társelnöke, de a kongresszus megfosztotta a társkereséstől, hisz a kongresszusnak lett volna a feladata a 47-nek társat találni neki. Mi boldogan segítünk a házasság közvetítésben. Jó reggelt kívánok! Társkeresésben jó reggelt kívánok! Milyen így szólóba maradni egy döntés véget? Hát én párba szeretem az életet megélni. Lesz, tehát nem volt, tehát a kongresszuson kell maradt most, tehát el lett napolva, ennyi történt, tehát nincsen semmi katasztrófa. Mikorra napolták el? Azt hiszem, hogy október végén lesz, 20-án. Na de mindenki a 47. kongresszustól várta a megváltást, a megbocsátást, az amnesztiát. Hát majd egyszer jön a messiás, a kérdés, hogy ez az LMP-nek jön el, vagy mindannyiunknak. Igen, ez egy jó kérdés. Hát remélem mindannyiunknak, egyébként 47. kongresszus az lesz, hát azt még tartjuk. És ugyan elnapolták a kongresszus, de biztos tudja, hogy mi lett volna a kongresszusnak a pontjai, miről tárgyaltak volna. Például női társelnököt választottak volna önnek. Hány jelölt volt? Most csak egy jelöltünk volt. Ez nagyon demokratikus. Mao-nál is mindig csak egy jelölt nem, volt. Nem, tehát múltkor 9 jelöltünk volt, most egy jelölt volt, lehető legközelebb lesz meg. Nem, már biztos már azok le vannak tiltva minden. Nem, hát igazából mindenki az önkormányzati választásokra koncentrál, és igazából az van inkább mindenkinek a fókuszában, hogy minden jobb eredményt tudjunk elérni. Azon a belső ügyeink azok most ráérnek, hogy azokkal foglalkozunk tényleg. Tehát a választókat nem ez érdekli, nem az, hogy... Magyar virtus, hely ráérünk arra még. Rendben, ön úgy mondja, hogy ráérünk, akkor nézzük, hogy hogyan készülnek önök a helyhatósági választásokra. Hány szék lehetőség maradt még önöknek a nagy összefogás keretében? Ez nagyon sok lehetőségünk van. Hát ugye azt onnan kezdeném, hogy az LMP-nek az általános politikai az volt, hogy minél több együttműködésben tudjunk részt venni országosan. Ugye ezzel ott csak talán egy-két hely számít kivételnek, ahol a megegyezés hiányában az LMP önállóan kénytelen vagy kész. Ez Pécset van így, Moson-Magyaróváron. Van két budapesti kerület, ahol részben így van, azért mondom részben, mert ugyan önálló listával indulunk, ez Kőbány és Kispest, de a ködös polgármester jelöltet támogatjuk lényegében. Ott is van egy ilyen együttműködési megállapodás, ami csak technikailag másképp néz ki, mint hogyha egy listán lennénk. Valahol indulnak polgármesterként is? Van egy-két polgármester jelöltünk, hát Pécset evidens módon, van egyébként nagyon jó pécsi. Mi a remény a pécsi? Hát én azt gondolom, hogy ő az egyetlen hiteles polgármester jelölt Pécset. Aki igazi pécsi, aki Pécset élte életét, aktív, civil, közismert, voltam segíteni aláírás gyűjtéskor, és meglepően tapasztaltam, hogy mennyire sokan ismerik őt a tanári és civil pályájáról, tisztelik, látják, hogy mit tett az LMP helyben. Én bízom abban, hogy egy tisztességes eredményt fog tudni felmutatni. Kóbor Józsefről van szó. Hol van még polgármester jelöltjük? Moson-Magyaróváron van, azt hiszem, egy-két kisebb. Ott egy, hát ott igazából nem tudom, hogy pontosan hogy néz ki az együttműködés. Nem tudom az összes jelöltünknek, hogy pontosan hogy állnak, mert nagyon összetett. Ismeri az összes jelöltet? Igen, hát a mi jelöltjeket, akik LMP-s tagként indulnak, akár közösen, akár egyedül, őket persze mind ismerem, hogy nem, ők tagjai. Ők mind évek óta már az LMP tagjai? Így van, tehát akik az LMP színében indulnak, vagy LMP támogatásával, tehát tagként, ők hogy ne. Vannak-e olyan jelöltek, akik civilként indulnak, de hónapokkal ezelőtt még az LMP tagjai voltak? Szerintem lehet, hogy olyan is van az együttműködésben Budapesten, különösen előfordulhat, ahol találhatunk esetleg olyan jelölteket, akik bármely pártnak, akár az LMP-nek is tagja lehetett, és most már nem annak a pártnak a tagja, nem az LMP-nek a tagja, de a ködös listának együttműködésben indul és megjelenik a neve. Hát, hogyha rendezne egy klubot a volt LMP-s pártagokkal, akkor lehet, hogy többen lennének a klub tagjai, mint a pártagjai. Ezért ez nagyon fontos állítás, mert valóban, hogyha megnézzük a közéletet, igazából a legtöbb új politikusi arc az elmúlt években az LMP környékén járt, az LMP-nek volt a tagja. Tehát, az LMP nem tudta megtartani őket. Nincs ezzel gond. Tehát azt gondolom, hogy az fontos, hogy ez egy olyan
jó, hát most nevezhetjük forgó színpad volt eddig az LMP, amelyik képes volt kitermelni új politikus arcokat, új szempontokat tudtak behozni. Azt, hogy most ki tudott megmaradni, ki maradt meg, ezért vagy amazért, de tudjuk, hogy ez elég összetett, voltak itt személyes, meg szervezeti problémák, vagy kérdések, de az minden esetre biztató, hogyha jön egy váltás Magyarországon, és mi arra készülünk, akkor az LMP, mint párt, nagyon sok olyan volt tagjával fog szerintem találkozni, szembe jönni, akik egy új Magyarország építésében a lehető legerősebb szövetségesek lesznek. És akkor egy tök zöld Magyarország lesz? Legyen így. Hogyne. Mert hogy ugyan már az LMP-nek nem tagjai, de mindegyik zöld párti, atomellenes és zöld párti. Én azt gondolom, hogy igen, tehát akik nálunk voltak, azt hiszem, hogy nincs olyan tag, aki a fakivágás párton áll Magyarország. Budapesten a fakivágásoknak a korát. Hát normális ember nincsen, Talos István is szeretett volna új fát ültetni. Én nem tudom, hogy mit szeretett volna. Hát, lehet, hogy jelképesen akár elültet egy fát, de azért valójában őszintén a József Nádontér, amit láttunk, ami történt, az egyszerűen katasztrofális. Tehát kivágni régi fákat, amiknek óriási az árnyék adóképessége, élnek, egészségesek voltak, és beültetni, kivágni azért... Jó, hogy egészségesek, mert igen, ugye azért valaki felelős azért, hogyha jön egy vihar, és egy ilyen félig egészséges fa agyonüt valakit, és meghal, akkor egyetlen LMP-s sem fog oda menni a főpolgármester hát, helyett, és felelősséget ez vállalni. Abszolút fontos állítás. Én sokat jártam Európában, arra múltkor beszélgettünk talán, és én talán sehol sem láttam azt az állapotot, hogy Magyarország Budapestre jellemző fák elhanyagoltak. Hát az egészségi állapotokat nem tudom, hogy milyen módon felügyelik és ápolják, gondozzák. Én azt láttam Európában szerte, hogy sokkal jobban gondoskodnak a városi fákra, mert ha ez történne, akkor valószínűleg meg lehetne pedig akadályozni. Pedig én úgy tudom, hogy Magyarországon kiváló kertészszak emberek így van, vannak. Abszolút így van. De nem velük a probléma. Külön tanszék, úgyhogy... Így van, persze, ez így van. Így van, valószínűleg máshol a probléma, ezzel lehet változtatni. Mégis, hogyha megnézem a matekot, akkor önök sokkal kevesebb helyen indultak, mint ahány helyen indultak volna, ha nem lett volna közben egy ilyen hatalmas lejtőjük az európai parlamenti választásokkal. Ezt most nem értem ezt a kérdést. Ja, akkor újra kezdem, igen. Fájni fog. Tehát feltételezhetően a helyhatósági választások sokkal több jelöltjük lett volna, indultak volna sokkal több székér, akár polgármesteri székér is, ha nem buktak volna egy ekkorát az európai parlamenti választásokon. Hát a politika azért dinamikus valami. Tehát a politikában az igenis, igazi politika, hogy, igen. Tehát azt tudomásul kell venni, minden politikusnak, így ezt mi is tudomásul veszük, hogy... Azért mégis elindultak itt-ott. Mikor? Most. Hát hogy nem is kevés helyen, persze. Sőt, ugye azt mondom, hogy a fő szabályként sikerült megállapodnunk, ami nyilván azt jelenti, hogy elfogadtuk a realitást, elfogadtuk az adott esetben egy-két helyen. Talán kevesebb helyen tud most LMP-s magát megmérettetni az együttműködés keretében. Ott, ahol egyébként ez tisztességtelen lett volna, egyébként Pécset hagyj emeljem ki megint, úgy érzem, hogy ott egy tisztességtelen alkut próbáltak ráerőltetni az LMP-re, ott ezt nem fogadták el a helyi tagjaink, és önnál indulnak, és úgy tűnik, hogy egyébként nagyon szépen viszik a kampányokat, és bízom abban, hogy egyébként a sikert fognak ott elérni. Értem. Jönni fog a 47. kongresszus, mit vár ön ettől? Szerintem nem létezett azelőtt a szocialista, kommunista pártban, hogy kongresszus előtt Kádár János elvtárs nem kérdezték meg, hogy Kádár elvtárs mit vár a nem tudom én hány ezredik kongresszus. Hát a párhuzamot szeretném most itt bezárni, vagy párhuzamot tenni. Hát kongresszus, és igen, sokadik értem kongresszus. A célzást, azon leszünk egyébként az új alapszabályunkban, hogyha ezt elfogadjuk jövő tavasszal, hogy ne legyen ilyen nagyszámú kongresszusunk. De most ugye ezzel tudunk együtt élni, tehát ezt nyilván... És fázom, meg sok népszavazás van, úgyhogy... Ez az egyébként nagyon szép dolog, ezt Magyarországon is vissza lehetne hozni, ezt hiányjuk is, hogy a lakosságban nagyon kevés... Hát hogyne, persze, tehát a közvetlen demokráciának a gyakorlás az van egy pozitív érték. Ezt Magyarországon kvázi kiiktatta, kiirtotta a kormányzat, és nincs csak abban azokban a kérdésekben. Hát ezt még a 70 év alatt írtották ki a felszabadulás hát, óta. Én emlékszem az elmúlt évekre, volt számos jó kezdeményezés, ebből kezdve csak a négy kérdéses választással, bármint hogy népszabadással, ami eléggé kvázi szerintem ügydöntő jellegű volt a társadalom számára. Na mindegy, tehát kanyarodjunk ugye vissza, hogy a kongresszuson nyilván értékelünk el a választásokat, tehát az LP-t meg az önkormányzatét, hiszen el kell indulnunk most már végérvényesen 22-re történő felkészülési munkálatokkal.
ahhoz le kell vonni a konklúziókat, hogy mit csináltunk jól rosszul. Szerencsé egyébként a két választás, mind az EP, mind az önkormányzati, számos olyan szerintem élményt kínált, vagy kínál nekünk, amiből lesz milyen konklúziókat levonni. Tehát az, hogy zöld Magyarországért tudjunk többet tenni, és az látható legyen, azt gondolom, ehhez kell igazítanunk majd valószínűleg a politikánkat. Fogunk beszélni stratégiai kérdésekről, épp ezért, hogy mit jelent zöld pártként Magyarországon tevékenykedni. Én örülnék, hogyha lenne társelnököm, tehát társelnöknőt választanánk. Örülnék én személyesen annak, hogyha az amnestia kérdését így vagy úgy lezárnánk. Tehát a tagság mondja ki, hogy mit szeretne látni. Úgy gondolja, hogy enyhíthető a büntetés, amit kaptak, vagy éppen azt gondolják, hogy ne nyúljunk bele, mert nincs közünk hozzá, ezt elvégezték az illetékes urak, hölgyek, etikai bizottságban, de ezt döntse a tagság. És nyilván számos olyan dologban lehet még egyik döntésünk, ami szerintem szükséges ahhoz, mondom, hogy az LMP végre lezárja ezt a ciklust, tehát a választásnak a ciklusát, ugye mögöttünk egy szabadik pár választás, és elkezdjük az építkezéssel meg a bővüléssel foglalkozni. Nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt, és visszavárjuk. Kedves nézőim, a szűk negyed órában Kendernai János, az LMP elnöke, szokták mondani, hogy társelnöke, de mi hívjuk elnökének, hisz társelnöke átmenetileg nincs, majd ha 47. kongresszus összeül, hagy ércelődjünk addig még szólónak kell, hogy maradjon, de biztos csinos hölgyek jelentkeznek, hogy szeretnének társelnökök maradni, visszavárjuk. És következő vendégünk Baliga Kornél, építész, aki Magyarország hamarosan átadó egyik régi, de legújabban felújított zsinagógájáról fog beszélni. Tartsanak velünk! Köszönöm szépen! Köszönöm.